Rendhagyó módon hullott le a lepel az 5. fókuszban a bíróság fotópályázat díjátadó ünnepségén. 49 pályázó várta a bejelentés pillanatát. Örülök annak, hogy évről évre egyre több képet kapunk, és örülök annak, hogy a bíróságokon is egyre nagyobb az érdeklődés ezek iránt, a képek iránt, és bízom benne, hogy ezáltal a fotóművészet iránt is egyre nagyobb lesz az érdeklődés. A bírálóbizottság szerint egyre színvonalasabbak a beküldött alkotások, és egyre szorosabb a verseny. Nagyon sok újszerű megközelítés, újfajta szemléletet láttunk. Gondolok itt arra, hogy technikai tükrözésekre, multiexpozíciók, arányokkal való játék. Az UBH idén először hirdette meg a mobiltelefonnal készített képek kategóriáját, amelyben elsőként a Média ragyogása című kép diadalmaskodott. Készítője joghallgatóként a bíróságok gyakori vendége volt, és lenyűgözi az épületek szépsége. Egy nagyobb tárgyalás során fotóztam, mert annyira szépek voltak a fények, ahogy besütött a fény, és a napsugarak, és emellett még a lámpáknak a csillogása. Egyben nagyon, nagyon tetszett ez a kompozíció, és megpróbáltam ragadni ezt a pillanatot. Az elnöki külön díjat ezúttal a Nemes részletek című kép érdemelte ki. Készítője 2014-ben lett az EGRI törvényszék belső ellenőre, és a kezdetektől fotózza a bírósági eseményeket. Végig dokumentálta a törvényszék felújítási munkálatait is. A lenti képnek a cím egyébként Minden kiderül, ez nem sokkal, 1-2 hónappal a felújítás megkezdését követően készült, tehát óriási volt a por, és tényleg alig lehetett látni. A másik pedig már a befejező munkáknál, amikor az aranyozást készítették a restaurátorok, akkor egy ellopott pillanat volt. Az idei közönségdíjas fotó a Kúrián készített Jog folyton osság című kép lett. Alkotója Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatójaként értesült az UBH fotópályázatáról. Büntetőjogot ezt igazából Molnár Gábor tanár úr így szerettette meg velem, hogy az ő gyakorlatain kapcsolódtam hozzá leginkább. Hobbi fotósként amúgy is szoktam fotózgatni, és gondoltam egyet, hogy akkor megkérem a tanár urat, hogy legyen a modellem egy nap erejéig. A bírósági munka Mindennapok a bíróságok kategóriában Csirmasz Gábor Nehéz ügy című képe nyert. A bírósági épületek homlokzata épületek belső terei kategóriában Fácán Ádám Szimetria sorozatát értékelte a legjobbnak a zsűri. A bírálóbizottság a bírósági épületek környezete, bírósági épületek által ébresztett érzelmek, hangulatok kategóriájában Szűnyi István Fény és Árnyék című felvételi díjazta. A tárgyalótermi életképek közül Kozák Albert Kezek a tárgyaláson című fotóját ítélte a legjobbnak a zsűri. A bírálóbizottság külön díját Sós Tibor Útkeresés című fotója érdemelte ki. A kúria külön díjasa pedig 2018-ban Szűnyi István Virtuális túra a Kúriában című alkotása lett.